évről évre fejlődnek, most még több csapatot akarnak hozni az MLS-be, ha jól olvastam, akkor két vagy három év múlva akkor még több csapat fog jönni az MLS-be, ami szerintem jó is. És ahogy már mondtam, épülnek a stadionok, épülnek az infrastruktúrák, az nagyon fontos szurkoló kíváncsi a mérkőzésekre, úgyhogy szerintem fejlődik. A szezon végén lejár a szerződésem, tervek azok vannak, szerintem még korai erről beszélni, de a fejemben már vannak tervek, de mondom, erről nem akarok annyira se beszélni, se foglalkozni, mert akarok ráfókuszálni arra, hogy segítsek a csapatnak. Mondom, ez az év számomra nagyon fontos, ahogy már mondtam többször, nagyon fontos, hogy bejussunk a play-offba, és remélem, hogy be is fog következni ez, úgyhogy majd meglátjuk tényleg. Pár hónap múlva szerintem el fog dőlni a dolog, hogy mi lesz velem, bár szeretnék, de ahogy már mondtam, a menedzserem az tudja pontosan, mit akarok, intézi a dolgaimat, úgyhogy nem idegesek. Vidi az mindig opció lesz, mindig szívesen hazamegyek, ha már úgy tudok mondani, úgyhogy az mindig opció lesz, meglátjuk. Tényleg mondom, szerződésem itt van, azt mondtam is, és állok is, hogy akarok még Vidibe focizni, de ez nem csak rajtam fog múlva. Magyar focit követed? Persze, mindenféleképpen. Pont ma is reggel is néztem a Diósgyőr videót, meg a Ferencváros Újpestet is megnéztem. Be kell húzni a kupát, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg ez az év is sikeres tud lenni. Sajnálom az, hogy a bajnokságban nem tudtunk mennyire bajnokságunk, de mindenféleképpen gratulálok a Ferencvárosnak ebbe az évben. Tényleg nagyon jól játszottak. Dominánsak voltak, de azt kell mondanom, hogy Vidolton így, hogy Európa Ligában is szerepelt, jó is szerepelt, kupa döntőben van, mindenféleképpen én úgy gondolom, ha megnyernek a kupát, akkor ez is egy sikeres szezon lesz. Szerintem a válogatott megmutatta most is a horvátok ellen is, meg a szlovákok ellen is ott idegenben, hogy egy jó csapat kezdenek lenni, és ők is, ha jól látom, nagyon, nagyon nagy hangsúlyt a védekezésre csinálják, szóval én úgy gondolom, én pozitív vagyok, és mindenféleképpen amikor néztem a meccset a horvátok ellen, akkor látom egy olyan csapatot, aki szíve játszik, és mindenféleképpen szerintem eredményre is fognak játszani, és meg is fognak tudni hozni egy ilyen mérkőzéseket, mint például a horvátok ellen. Szóval Marco Rossi egy felkészült szakember, és úgy gondolom, hogy taktikailag szerintem jó felkészült szakemberről beszélünk, és mindenféleképpen ez nagyon fontos lesz, hogy védekezésben stabilak legyünk, és akkor támadásokban vannak olyan játékosok, akik kontrában nagyon veszélyesek, úgyhogy biztató vagyok nagyon. Látunk tényleg a horvátok ellen is, tényleg ha ott vannak ők a stadionban, akkor bárki ellen tudunk játszani, most is a horvátok tényleg egyik legjobb csapat a világon, de a szurkoló segítségével őket is tudtunk legyőzni, úgyhogy legyenek a csapat mellé, és tényleg pozitív hangulatot teremtsenek, mert ez a legfontosabb.